Egy tűzoltó autó létrájának segítségével emelték fel az egyenruhásokat, és próbálták minél közelebb irányítani őket az óriás kerék fülkéjéhez. A szakemberek azt akarták kideríteni, milyen magasra tudnak feljutni egy esetleges mentési akció során, és hogyan tudják megközelíteni a bentülőket. Mivel ekkora szerkezetet még sosem állítottak fel Szeged belvárosában, mindent alaposan ellenőrizni akartak a hatóság emberei, hiszen ez a számukra is különleges terep. Kollégáim jöttek ide a helyszínre, és fölmérik azt, hogy milyen esetleges veszélyhelyzetek vagy műszaki meghibásodások léphetnek fel az óriáskerék működése közben, és erre felkészülnek, megnézik a helyszínt, megnézik a terepet, hova tudják a mentéshez szükséges eszközöket elhelyezni. Mindez annak érdekében történik, hogy egy esetleges mentésnél minél gyorsabban és minél hatékonyabban lehessen elkezdeni a munkálatokat. A mentési próba sikeres volt, így minden akadály elhárult azelől, hogy az óriás forgószerkezet működésbe lépjen. A 10 emelet magas és 144 férőhelyes óriás kereket még hétfőn állították fel a Széchenyi téren, az első látogatók pedig pénteken délután 2 órától nézhetik meg a várost madártávlatból.